Jezoló, Balaton, Szeged és az ország és a világ számos pontja, ahol idén és is megfordult. Ez nyár, és ez még csak egy nyárnak egy kicsi szelete, ahol idén is megfordult más, azaz Mészáros Árpád Zsolt barátunk. Szevasz, nagy szeretettel köszöntünk. Az Operett Színház művésze és hát oly sok produkció nagyszerű hőse. Mi a helyzet, hogyan telt a nyár, mert neked mindig munkával is telik, hiszen turnék, föllépések, gondolom garmoda. Nagyon fárasztó volt, nagyon fárasztó. Azt mondtam, hogy akinek ennyi gyereke van, az próbáljon meg pihenni. Hát voltunk a gyerekekkel sokat, és igazából volt egy hetes Olaszország, ami ott három gyerekkel voltunk, és hát az számomra olyan fárasztó volt, ha hazajöttem, és ki kellett pihenni. Hát de milyen jó, nem? Mondani, hogy igen. Milyen volt a nyár? Fárasztó volt? Igen, fárasztó, mert itt is dolgoztam, vagy fú, nagyon fárasztó volt a gyerekekkel. Most volt egy hetünk, amikor pihengettünk egy kicsit, mármint így a párommal, tudtunk egy kicsit szabadulni, de hát sok turné volt az Operett Színházzal, voltunk Szegeden, Baján, Debrecenben, több tízezer néző előtt, az is egy eléggé nagy teher volt, elég nagy elvárás volt. Te külföldre nem mész most nem nézni. Voltam külföldön, volt felkérésem, de hát ugye Floridát is elmosták, hogy az Irma betette a kaput nagyon sok embernek, én azt gondolom. Úgyhogy most nem, kicsiny hazánkat járogattuk körben, meg hát lányom szokta azt mondani, hogy nekünk minden nap nyaralás, mert a Dunaparton lakunk, úgyhogy felveszünk egy papucsot, és már megyünk be a Dunába, úgyhogy nagyon jó volt. Igazából szóval tudtál a gyerekekkel is lenni. Hát általában tehát én dolgozom akkor is. Merse az benne volt az egyik produkcióban, Keró felkérte. Ez hogy volt? Hát igen, jaj, erről csak olvastam és beszéltük igen. Még meg. Van egy merész ötletem, mondta hát, Keró. Mindenképpen le kell hozni a családját is. És akkor megálmodott egy álomképet a Notre Dame-i toronyőrnek a második felvonás aminek elején. Most volt a bemutatója, ugyebár. Szegeden mutattuk be, és akkor jövő héten pedig az Operett Színház ad neki helyet. Úgyhogy ez még egy nagyon nagy falat lesz színpadra állítani. De akkor most ti ilyen értelemben a lányoddal egyfolytában itt fiammal, voltatok? Fiam. Fiam, bocsáss meg, fiad, középső fiam. Ővel egyfolytában itt voltatok. Ah, igen. És ő nagyon élvezte a színházat, ő lemondott egy balatoni nyaralást, egy tábort, inkább azért, hogy akkor elkezdődött, hogy betör a család a színpadra, és akkor az összes gyermek szerinted örökli, vagy legalábbis igazából más a fiam? A legnagyobb is volt, tehát a Bendegúz most már 21 néhány éves, és ő is, amikor még pici volt, akkor a lemezemen beszélt, a koncerteimen fellépett, utána a lányom vette át ezt a stafétát. De hát ő is igen, nem így gondoltam egyébként, hogy a fiúk lesznek a bátorok, bocsáss meg, ezért volt a nyelvbotlásom az imént. Szóval őrületes bátorság ez egy családban, hogy a fiúk rögtön mernek akkor a színpadra menni, lemezen közel működni. Ott nőttek fel, meg hát nagyon érdekli őket a színház, kulisszák mögött, tudod, nagyon sok érdekesség van, a pirotechnika és minden őrület. Hát tehát az Operett Színház is egyébként, mint minden nagy színház olyan, hogy túl az, hogy egy varázslatos világ, tudjuk mindannyian, hogy egy olyan műhely, ahol halálos fegyelemre is szükség van. Hát természetesen, hiszen nagyon nagy balesetveszély források vannak, de ezeket betartják, tehát megtanulják azokat, hogy mikor, hova lehet menni, kivel lehet menni. Ugye van a gyerekeknek, mert nagyon sok gyerek van a produkciókban, és akkor ott vannak felülvigyázók, akik, tehát te nem tudsz a szerepet mellett, vannak felülvigyázók, de hát mert az már önkéntesen mozog, tehát volt egy olyan előadás, amikor mert nekem mennem kellett maszkolni, és akkor nem találtam, és már kezdődött az előadás. És kérdeztem, hogy hol a gyerek, nem látta valaki, mert ő járkál össze-vissza, kelléktártól, és megkérdeztük a biztonsági őröket, nézzék meg a kamerát, nem ment ki a gyerek az épületből. Mondom, hol lehet, hogy elkezdődött az előadás, nekem már mennem kellett be, és azt láttam, hogy ott ül az első sorban. Ez óriás. Ő lemászott a színpadon, és beült az első sorban, mert ő nézi a produkciót, tehát nem akart lekésni az előadást. Akkor jövő, ez nagyon jó, akkor egyszer is megnézem magamat. Szóval, hogy a jövő héten Notre Dame-i toronyőr bemutató az Operett Színházban. Így van, de hát ezzel még nincs vége, mert most elkezdjük a Broadway Fesztivált, ami már hagyományá vált az Operett Színháznak a Nagymező utcába. Hát nem tudom hány, de ez most száz, most több száz fellépővel, több programmal, nagyon sok előadással, nagyon sok meglepetéssel, régi visszatérőkkel, új fiatalokkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon színes program várja az odalátogatókat. Broadway Fesztivál, és egyben egyébként most szombaton a színházak éjszakája, a színházak éjszakája is, tehát különleges programokkal vár mindenkit. Köszönöm szépen, igen, nyílik a Fórum Színház az Urániában, jöjjenek oda is, meg menjenek az Operettbe, és 35 színház várja a szombaton a budapestieket és az ország bármelyik pontjával érkezőket egy kar
szalaggal minden rendezvényre be lehet menni. Elintézték, hogy ne pihenjünk hétvégén. Na látod, de például ilyenkor te, ha van egy kis időd, egészen véletlenül, akkor mondjuk a Broadway Fesztivál után azért még ott sétálgatsz egy kicsit, vagy körbenézel, vagy örülsz neki. Most mondjam, protokollális oldalát, vagy mész haza. Megyek haza. Abszolút megértem, és szerintem amikor mindenki. Amikor tudunk, akkor pihenünk, mert ez tényleg annyi gyerek van, sose fogy el, úgyhogy most iskoláztatás, óvodáztatás, tehát minden ilyen őrület van, úgyhogy szerintem egy pár hét még így helyre rázódunk. És rendben ment az Oviva való beszokás? Hát még most szoktatás van a kicsin, a legkisebbnek még szoktatás van. Hát eléggé virgonc, meg eléggé maga ura, úgyhogy egy elég fegyelmezett óvodába irattuk, egy magánóvodába, ahol eléggé nagy a katonás a rend, inkább ezt mondanám. Uha. Úgyhogy meg lesz velük, meg lesz a gyerekkel a bajuk. Nem úgy látod, hogy egyébként mindig, amikor katonás rend van mondjuk egy suliban, egy óvodában, bárhol, hogy ez tulajdonképpen ránk szülőkre pont ugyanúgy vonatkozik, nem? Tehát ez magunknak persze is választjuk mindig azt a... Persze, hát nekem a párom mondta, hogy most már ez a fegyelem lesz itthon is, úgyhogy nem. Mondom, Franko, akkor megérkeztük. te is beszoktatás adat vagy lényegében, elmondhatjuk. Jó, nagyon szépen köszönjük, Mészáros Árpád Zsolt. Kicsit tudtunk a nyaradról, készülünk, akkor mindannyian várjuk nagy szeretettel a Broadway Fesztivált, az Operett Színházban, Notre-Dame-i Toronyőrt, és az összes többi produkciót, hiszen ti meg nem álltok sohasem. Szombaton találkozunk a színházak éjszakáján mindenfelé. Köszönjük, Zsolt! Köszönjük,